Sziasztok! Köszöntelek titeket újra a Zsebi Bogyó csatornám. Aki lemaradt volna, annak mondom, hogy ugye nem régen Svájcba jártam a Zsófiéknál, és ott voltam, ha jól számolom, olyan 9-10 napot egy picit segíteni, ugyanis éppen iskolai szünet volt, úgyhogy Majácska otthon volt egész héten, és elmentem a Zsófiékhoz egy kis időt együtt tölteni, illetve segíteni, hiszen nyilván az élet nem olyan egyszerű egy 4 évessel és egy 3 hónapos gyerkőccel, és hát egyrészt nagyon régen volt már olyan, hogy közösen videóztunk, úgyhogy ezért felvettünk egy kérdezfeleleket, annak az első része már megjelent, hogyha valaki még nem látta volna, akkor belinkelem majd felőre, ennek jön a második része is természetesen, és hát mindig nagyon érdekel titeket, hogy amikor együtt vagyunk, akkor mit csinálunk, mit eszünk, mi történik. Ugye, mivel én is ritkán látom a Zsófit is, meg a gyerekeket is, ezért egyértelműen, amikor együtt vagyunk, akkor nem a telefonon lógunk, és nem videózok állandóan, tehát én is szeretném ugye kielvezni ezeket a napokat. De lényegében, ugye, amikor ott vagyok, akkor nekem az elsődleges célom az, hogy próbáljam egy kicsit tehermentesíteni a Zsófit, hogy neki is legyen ideje jogázni, pihenni, vagy éppen csak e-maileket átnézni, vagy bármi ilyesmi. Tehát ugye, mivel a Maja iskola szünete, Majának iskola szünete volt, ezért egész héten otthon volt, ezért ugye én próbáltam főleg vele lenni, ugye már 4 éves, tehát nagyon sok mindent lehet vele csinálni, gyurmázni, színezni, játszani, tehát most már azért elérte azt a kort, hogy egy picit hosszabb ideig tud foglalkozni bizonyos dolgokkal, úgyhogy ez tök jó, és hát ugye ismertek minket, rengeteget volt kint a friss levegőn, akár csak elmenni sétálni, akár lemenni a játszótérre. Tehát ugye gyönyörű környezetben laknak a Zsófiék, ezért természetesen kihasználjuk, meg én is kihasználom, tehát azért nekem is volt idő mondjuk elmenni futni, vagy egyedül kicsit kirándulni, hegyet mászni, úgyhogy élvezni a gyönyörű környezetet. Ami még Svájcban nagyon jó például, ahol a Zsófiék laknak, hogy vannak olyan napok, amikor ingyenesek a múzeumok például mindenkinek, úgyhogy ő amúgy is a Maja nagyon sokat szokta vinni, de én is, amikor ott vagyok, akkor általában elmegyünk közösen is különböző múzeumokba, tehát vannak ilyen állatos múzeumok, történelmi, de tényleg a Maját nagyon sok minden érdekli, úgyhogy nagyjából bármilyen múzeumba el lehet vinni, tehát ilyen helyeken is jártunk, és amikor pedig mondjuk már a Maja iskolában volt, akkor kihasználtuk az időt, hogy felváltva mondjuk jogáztunk, pihentünk a Zsófival, tehát körülbelül így kell elképzelni az együtt töltött időt, és természetesen, hogy amikor ott vagyok, akkor ugye a főzés az, amiben a legtöbbet tudok segíteni, ezért nyilván én főztem, minden nap nekik is egy picit próbáltam ezzel is segíteni, úgyhogy ez is nagyon szokott titeket érdekelni, hogy miket eszünk, úgyhogy ezeket azért próbáltam tényleg mindent levideózni, úgyhogy a következő rész az igazából ilyen random módon lehet, hogy pont nem ilyen sorrendben és napok szerint van levideózva, de úgy nagyjából egy kis bepillantást nyerhettek, hogy miket szoktunk enni, úgyhogy remélem, hogy megválaszoltam az összes kérdést, hogy mit csinálunk ilyenkor, hogy néz ki az együtt töltött tesós idő, és akkor most élvezzétek a szép növényi ételeket. Ma este maradékmentés volt, úgyhogy gyömbéres, répás, vöröslencsés, krémleves készült, ez egy ilyen stir fry, ebbe is brokkoli, répa, tofu van, szójaszószal, sok gyömbérrel, fokhagymával, kis pirított kesudió, és sima rizs van hozzá kifőzve, úgyhogy ez lesz a ma esti menü.
Elkészült a reggeli, változatosság kedvéért, mai zapkása. Egyikünk se tudja megudni. Három porció van. A legnagyobb az a Zsófié, szoptatós kismamaként, neki még brazil dió van hozzáadva. Aztán közepes adag, az enyém. Én ezt a jó kis nutellát raktam rá magamnak, és akkor a legkisebb adag az a majáé, és ő is nutellát kért, rá ilyen mogyorókrémet, úgyhogy ilyen gyönyörűséges porridzsok lesznek a reggelik. Itt a reggeli zapkása készítés közben gyorsan összedobtam egy banánkenyeret is. Ennek a receptjét az Insta profilomon találjátok meg. Nagyon-nagyon jó visszajelzéseket kaptam, a Zsófiék is heti szinten sütik azóta. Van benne egy reszelt alma is, nem csak banán, és szerintem ez a titka, ettől lesz ilyen nagyon jó puha és omlós. Maja ebédre tegnapi stir fry-ból kap rizssel, ez répa van, brokkoli, tofu és egy kis rizs. A Zsófinak pedig először egy ilyen gyömbéres vöröslencsés répa leves kesudióval, aztán utána meglátjuk még milyen éhes lesz. Jó étvágyat! Szedjük az erdőbe a vacsorához, vacsorás gombás ragúhoz a medvehagymát. Itt az erdőbe, a nagy ködbe. Még finom zsenge medvehagyma van. A kis zsákjainkat megtöltjük vele. Medvehagyma felhasználásra került, ilyen gombás, tejszínes medvehagymás szósz lett belőle, amit rizsből készült tésztával fogyasztunk, meg vegán sajttal, és egy jó nagy adag saláta, uborkával, paradicsommal, avokádóval Maja segített felvágni, aki már nyomja is befelé, mint egy kis nyuszi a salátát. Ma egy kicsit más reggeli, kicsit később eszek, mint a többiek, úgyhogy kimaradtam a porridzsozásból. Az ilyen kókuszos vaníliás joghurt, áfonya, banán, granola, ez most bolti, és kendermaggal szórtam még meg. Maja, mit eszünk? Babakanyús, és vele van mit a babakanyús. Pita, falafel szemmicset, igen, frissen. A mai vacsorát egy kicsit sietősen fogyasztottuk el, úgyhogy csak így utólag tudom videózni. Sütőbe sült édesburgonyát csináltam, meg egy gyors csilisbabot, és ezt vegán tejföllel ettük. Desszertnek, meg a sütőbe itt sül az almás crumble, ezt majd vagy vaníliafagyival, vagy vegán joghurttal fogjuk enni. Mai nap Dedi a főzőfelelős, és vasárnap lévén finom palacsintákat készített, gyümölcsökkel, joghurt, magyarókrém, juharfa szirup és hasonlókkal lesz elfogyasztva. És Nutella. És Nutella. Ebédre zöld borsó főzelék, szerűség készült, és hozzá ilyen ikás húsgolyókat sütöttem ki, ez még tegnapi kis maradék édesburgonyából, és a főzelék mellé még egy kis rozsos, kovászos kenyér, vegán sajtkrémmel megkenve uborka és paradicsom hozzá. Készül a mai vacsora, sül a nán kenyér, itt mellé egy kis rizs, és csináltam ilyen, mint a butter chicken, ilyen indiai fogást, ami egy ilyen krémes, kesús, paradicsomos, kókusztejes szósz, de hát mi nem chickennel, csirkével esszük, hanem karfiol van benne, meg csicseriborsó, hát nem tudom most ugye a felvételen mennyire látszik, de ez egy ilyen nagyon-nagyon krémes, nagyon gazdag szósz, úgyhogy ez lesz a mai vacsora.
Mai vacsora egy kicsit ilyen vegyes felvágott, van, aki pizzát eszik, amit tegnap a Dedi csinált, kínoa, Zsófi majd vöröslencsés dálból fog enni, abból is van még egy maradék, illetve főztem egy új levest, ez egy ilyen mizós, gombás, lencsés leves, sütöttem édes burgonyát, van még céklás kis, úgyhogy tényleg maradék evés történik. Ma esti vacsora, vörös lencsés dál, spenóttal, édesburgonyával és répával. Most kinoát főztem, ki mellé nem rizst, megint egy nagy adag saláta, avokádó, uborka, paradicsom van benne, és csináltam, hát igazából holnapra, de azért ma is lehet, hogy eszünk belőle, egy céklás, fetás kist. Ennek a receptje egyébként benne van a Best of étrendben is, meg azt hiszem az első, az áprilistól júniusig tartó étrendben, hogyha valaki szeretné elkészíteni. Így ilyen szép színes lesz a ma esti vacsoránk. Már hagyomány, hogy mielőtt elmegyek, Zsófiéktól mindig főzök egy jó nagy adag kaját, úgyhogy most ilyen sárga lencsés, cukkinis, répás, körrit, hát nem körrit, dálszerűséget csináltam nekik, úgyhogy ebből is fogok enni, egy kis maradék kínoával, mielőtt megyek. És sütöttem, mert a Zsófi ezt kérte, egy cukkinis brownit, úgyhogy nagyon kis puha lett, reszelt cukkini van benne, és ettől lesz ilyen jó, szaftos.